Gyermekünk első mozdulatai, lépései egy életre meghatározó emlékek. Sokszor alig győzzük kivárni, hogy először felüljön vagy felálljon, de fontos tudni, hogy a mozgásfejlődést nem szabad sietetni. Szakértőnket kérdeztük. A kisbabák rengeteg fejlődési szakaszon mennek át a kezdeti időszakban. Az egyik talán legfontosabb az a mozgásnak a kialakulása. Hogyan tudjuk segíteni őket ebben a folyamatban? A mozgásfejlődés valóban nagyon fontos része, de abszolút nem választható el attól a fejlődéstől, amilyen fejlődésen a babának az idegrendszere, az egész babának a komplex fejlődése végbe megy. Az első dolog, amit már észrevehetünk, hogy ha valami probléma lehet, hogyha nem tud ügyesen szopizni. A következő dolog, amit egy babánál figyelünk, és amit meg kell tanulnia, hogy a fejecskéjét kell tudni biztosan emelni. Némelyik baba nem örül neki, hogyha hasra fektetik, de muszáj, ezt egy picit muszáj forszírozni, mert a hasra fektetés nagyon fontos abból a szempontból, hogy a nyakizmok és a törzsizmok, a hátizmok megerősödjenek. A kúszás és a mászás azért nagyon-nagyon fontos, mert ezek úgynevezett alternáló mozgások, tehát keresztbe használjuk felváltva egyik végtagot, másik végtagot, kezeket is, lábakat is, ami nagyon jól segíti azt, hogy a két agyfélt, a jobb és a bal agyfélteke között a megfelelő idegpályák bejáratodjanak és kiépüljenek. Ezekben a bizonyos folyamatokba beavatkozzunk, próbáljuk meg segíteni őt, vagy inkább többet ártunk vele, és hagyjuk, hogy ő szépen a saját tempójában ezeket megtanulja. Sokkal nagyobb baj csinálunk vele, hogyha megpróbáljuk valamelyik olyan mozgásformát, amit nem tud még önállóan megcsinálni, azt nem szabad erőltetni, és nem szabad ahhoz valamilyen módon hozzásegíteni, hogy egy baba, aki még nem tud ülni, azt ha fölültetjük, akkor nem fog tudni szépen se stabilan, se egyenes háttal megülni. Tehát az izomzata nem úgy alakul, az nem erősödik meg kellően. Még nem elég erős ehhez. És hogyha mondjuk sétáltatjuk, amikor még nem tud magától, és fogjuk a kezét, az sem jó? Az sem jó, abszolút nem jó. Egy baba akkor fog tudni fölállni, és akkor fog elindulni, amikor ő úgy érzi, hogy már az egyensúly érzéke olyan fejlett, hogy ő meg tud állni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Rovatunk támogatója a Brandon Baba Blog.